Tehát ő lenne a Miller táblán. Itt alul egy teljesre kezdve van elhelyezve a víz. Az oldalán ki van vezetve egy csővel. Így jön be a medence szivattyúba. Egy flexi csövön megy föl. Itt lehet ellenőrizni szemmel a vízszintet magába a csőrendszerben. A vízszint az pedig itt szabályozható. Nem tudom, hogy látni-e. Igen. Ennek a búvárcsőnek a segítségével. Tehát a szivattyú felszívja a vizet. Beállítottuk ugye a vízoszlop magasságát. És itt folyik ki Miller táblára a víz. Itt láthatunk ilyen gyűrűket. Itt a csőnek a túloldalán hullatok vannak, majd mindjárt látom a gépet, szétszedem, megmutatom. Különböző méretűek, 4-es és 6-os. Ezekkel a gyűrűkkel tudom nyitni és zárni őket. Így tudom szabályozni a Miller táblára jutó víz mennyiségét. Ugye a vízoszoppal pedig tudom szabályozni a sebességét, hogy milyen sebességgel jöjjön ki a furatokon. Maga a táblán bármikor le tudom cserélni a ráhelyezett gumit, most éppen egy mikrobordásnak a hátulja van fönn, de bármikor le tudom cserélni másmilyenre. Maga a tábla az bármilyen szögben állítható. Egyszer itt van három felfogatási pontja. Ezekkel a csavarokkal tudom állítani a dőlés szögét a táblának. Így tudom szabályozni, hogy milyen sebességgel folyjon rajta a víz. Ez úgy nagyjából olyan durva beállítást tesz lehetővé, valamint mivel három ponton van fölfogatva, ezért tudom jobbra-balra is dönteni a táblát, hogyha esetleg nem lenne vízszintes. Aztán látható még itt elől, itt és ott még két állító rész. Ez oldalról szorítja a táblát, itt tudom finom hangolni. Ez úgy van megcsinálva, hogy itt azért csak szorítja a táblának az oldalát. Itt finoman be tudom hangolni egyrészt a dőlésszöget szintén, másrészt itt is jobbra-balra tudom dönteni, hogy vízszintes legyen. Tehát egészen jó be lehet lőni a táblát. Ugye, ott jön ki a víz, ugye itt helyezzük fel az anyagot, és nem teszek föl a videó kezéért. Ugye itt folyik le, ugye itt marad meg az arany. Folyik le a meddő, itt ebbe a vájúba bekerül. A vájúból pedig erre a lemezre folyik. Ez egy rozsdás lemez. Esetleg ami valamiért a gumi szöveten nem maradt volna meg arany, és tovább jött volna, lefolyt volna, az erre a rózsdás táblára, hogyha ráfolyik, itt megakad. Ez a tábla is állítható természetesen. Itt van neki az állító csavarja, a dőlésszögét itt lehet állítani. Ezt már nem nagyon kell jobbra-balra vízszintezni, mert ugye úgy helyezem el a talapzaton az egész berendezést, hogy
ez a lemez vízszintesen legyen már eleve. Itt elég csak a dőlést állítani rajta. Ugye folyik tovább a víz, ugye esetleg tovább jutott aranyat megfogja a tábla, bekerül szintén ebbe a vájúba, itt összegyűlik középre, és középen visszafolyik a teljes rekeszbe. És akkor indulhat újra az egész körforgás. Nem egy ördöngő szerkezet, de szerintem egészen jó szuperál. Nem szép. Még le kéne festeni, hogy valahogy ki is nézzen, de az majd a jövő zenéje. Hát ennyi lett volna a Miller táblám.